Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Az ausztriai edzőtábort követően ismét hazai környezetben készül a Spari. Két pampuk is ott volt az U18-as lány röplabda Európa-bajnokságon. A Kánikulában is sikert aratott a 12. Sóstói Strandfoci Fesztivál. Több mint 500 gyerek vett részt az Aquese nyári úszó és vízilabda táboraiban. Az ausztriai edzőtáborozást követően ismét hazai környezetben készül a Nyíregyháza Spartacus. Tímár Krisztián együttese szombat este Örökösföldön a Békés Csaba ellen tartja a bajnoki főpróbát. Nagyon jó körülmények között tudtunk készülni, a klíma jóval kedvezőbb volt, mint a hazai, sokkal ideálisabb volt az edzésmunka elvégzésre, nagyon nagy edzésadagot végzett el a csapat, nagyon jó mentalitással, nagyon jó hozzáállással, nyilván az ilyenkor szokásos fáradtság is ugye előkerül, de hát ennek van most itt az időszaka, de azt gondolom, hogy tényleg a csapat nagyon jó hozzáállással, nagyon nagy melót végzett el, nagyon jó ellenfelekkel sikerült játszanunk, azért azt gondolom, hogy csupa élvonalbeli csapat ellen tudtunk játszani, és onnan is talán a felső kategóriásokból is, mert Rijeka meg az Eszék az mindenképpen a saját országában az élcsapatnak számít, és mind a két csapat ellen nagyon sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak, láttuk azt, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell, mi az, ami jól működik, már ilyen szintű csapatok ellen is, és azt gondolom, hogy mindegyik mérkőzésen tisztes helytállás volt, és láttuk azokat a hibákat, amiket ki kell javítani, és tudjuk, hogy merre kell még fejlődnünk. Milyenek a tapasztalatok az érkező új játékosokról? Elsősorban az a tapasztalat, hogy reméljük, hogy minél hamarabb fölveszik ezt a játékstílust, ezt a tempót, ezt a fizikai állapotot elsajátítják, meg magukévá teszik, ami minket jellemez. Ehhez sok edzés kell, meg idő kell nekik még, hogy beépüljenek, de azon dolgozunk, hogy minél hamarabb be tudjuk őket építeni. Azt látni kell tényleg, hogy aki idejön, annak nincs könnyű dolga, mert a csapat egy nagyon jó edzettségi állapotban van, és akár ki idejön, azt veszük észre, azt tapasztaljuk, hogy tényleg van egyfajta lemaradás az itt játszókkal szemben, és kell nekik idő, még felveszik ezt a ritmust. A Sparinak az NB2-ben megvolt a stílus, a góratörő játék, a sok helyzete, sok góllal. Át kell-e valamennyire alakítani az NB1 miatt? Jelenleg nem tervezem átalakítani, próbáljuk ugyanezt a játékstílust megvalósítani. Nyilván itt ez mindig az ellenféltől is függ, hogy mennyire tudjuk ráerőltetni az akaratunkat az ellenfélre, de a célunk az lesz, hogy egy hasonló vagy teljesen ugyanolyan sparit lásson a közönség, amit eddig megszokott az én irányításom alatt. A Békés Csaba ellen tartjátok a főpróbát, azon a meccsen már az a csapat lép pályára kezdőként, amelyik számíthatsz majd az első bajnokin? Nyilván az attól függ, hogy éppen ki áll rendelkezésre, de nyilván próbálkozunk már ott egy-két olyan formációval, ami igen arra utalhat, hogy mi az, ami mondjuk, hogyha most kezdődne a bajnokság, akkor lehet, hogy így játszanánk, de utána még az bőven változhat, még van egy hét, ugye utána a bajnoki rajtig, sok edzés van még utána addig, szóval nyilván lehet következtetéseket levonni, de ugye ez ősszel is, meg a tavasszal is így volt a tavalyi bajnokságban, hogy azért voltak változások a kezdőcsapatban, nem volt egy fix állandó kezdőcsapat, meg tudtuk oldani, hogyha voltak is sérültek, vagy hiányzóink is, és ezáltal egy kicsit volt is változás a játék, nem a stílusban, inkább a játékosokat a potenciában, hogy kiben milyen játékstílus lakozik, és azt mit tudott a pályára vinni, szóval ez kicsit változtathatja a játékot, de nyilván a Békés Csaba ellen már szeretnénk egy nyilván egy első sorra felállni, igen. A hét elején eldőlt, hogy az első bajnoki mérkőzés nem a Nyíregyházi stadionban lesz, hanem Mezőkövesden. Van-e bennetek csalódottság, vagy pedig úgy vagytok vele, hogy egy picit csúszik majd a hazai bemutatkozás? Ez mind a kettő igaz. Van bennünk nyilván egy némi csalódottság, mert szerettünk volna a hazai közönség előtt játszani, és tényleg bizonyítani, mert nagyon sokat vártunk rá, hogy tényleg szép számú közönségünk előtt, aki nagyon várja már, hogy újra NB1-es foci legyen a városban. Sajnos ezzel még csúszik, és megvárjuk azt a időpontot, amikor ugye nyilván a stadionban saját hazai pályán tudunk játszani, de bízunk benne, hogy Mezőkövesdre is nagyon sok szurkoló elkövet minket és támogatnak minket, mert mi nagyon keményen dolgozunk azért, és szeretnénk sikeresek lenni az NB1-ben is. A felkészülése végéhez közeledik, túl vagytok az ausztriai edzőtáboron, hogyan értékeled az eddig elvizett munkát?
Azt gondolom, hogyha azt nézzük, hogy azért neves csapatokkal is tudtunk edzőmeccseket játszani, és azt mondom, hogy a játék is nagy rész rendben volt. Nyilván az eredmények azért nem feltétlen a legjobbak lettek, de ilyenkor nem is ez az elsődleges. De szerintem így a meccsekkel összevéve, meg úgy tényleg az edzések is rendben voltak, jó időben tudtunk edzeni, úgyhogy szerintem sikeres volt egyébként ebből a szempontból. Sokadik nyári felkészülésed, viszont talán még nem volt az, hogy ilyen hosszú időn keresztül ilyen kánikul legyen, hogyan viselitek? Nehezen egyébként, ugye szerencsére most 10 napot ugye el tudtunk tölteni Ausztriába, itt azért kellemesebb volt az éghajlat. Egy tízessel azért kevesebb volt a fok, úgyhogy hát ugye ezzel jobban bírtuk. Most ugye most megint visszatértünk, most két hétig még ugye így készülünk a bajnoki rajtig, de hát ott is melegbe fogunk játszani, tehát igazából erre valamilyen szinten fel kell készülni, ugye akkor lehet jobb, majd hogyha este lesznek a meccsek, az egy kicsit azért kellemesebb lesz. Érkeznek új játékosok, meg volt egy csapat, amely kiharcolta a fejütést, de hát ez már megszokott, hogy mindig, minden nyáron van egy kis vérfrissítés. Hogyan fogadjátok őket, mennyire alakul át az öltöző? Nagyrészt azért egyben marad a mag, ez is volt a terv egyébként a szezon végeztével is, hogy azért nyilván az a csapat, aki kiharcolta tavaly az első helyet, az nagyjából azért most együtt tudjon maradni. Nyilván azért vannak pozíciók, ahova szerettünk volna hozni játékost, és azok azt gondolom, hogy be is lettek töltve nagyjából, úgyhogy szerintem nagyjából egyébként kész van a csapat, és egyébként jó kohéziót alkotunk, tehát elég befogadó közösség van itt szerencsére, úgyhogy szerintem jól fogunk nézni. Mekkora lesz a harc a kezdőcsapatba kerülésért, és magadat hová pozícionálod? Nyilván ez mindig nagy, ilyenkor nyilván mindenki tiszta lappal indul a felkészülésbe, úgyhogy nyilván úgy is vetette bele magát mindenki, hogy nyilván NB1-re készül mindenki, tehát nyilván szeretne mindenki játszani, én is természetesen, úgyhogy hát nyilván az edzőmeccseken próbálja mindenki megmutatni, hogy mire képes, aztán majd két hét múlva eldől, hogy hogyan is fogunk felállni. Két nyíregyházi résztvevője is volt a Krétán rendezett U18-as lány röplabda Európa-bajnokságnak. Pampuk Csaba a szakmai stáb tagjaként, Pampuk Gréta pedig a pályán képviselte a magyar színeket. Az U17-es döntő után Dunakeszire mentünk június 9-én, ott kezdtük meg a felkészülést, ott volt egy egész hónapunk, és július 1-én kezdtük az Európa-bajnokságot Krétán. Milyen célokkal utaztatok Krétára? Olyan nagy célok annyira nem voltak meghatározó, inkább az, hogy meccsről meccsre, szetről szetre javuló játékkal próbáljuk meg meglepetést okozni az ellenfeleknek. Hál' Istennek a lányoknak ez összejött. Az első napon Lengyelországot kaptuk, az kicsit nagy falat volt kezdetnek, de utána lépésről lépésre haladtunk előre, és a végén sikerült bravúrt hozni. 7 mérkőzés játszottatok, pozitív a mérleg, 4 győzelem, 3 vereség, de a legnagyobb kalap talán a bolgár csapat legyőzése volt. Hogyan alakult az a meccs? Ez szinte államszerűen alakult, mert lehet a bolgárok fáradtak voltak, ez már történelem, de sikerült meglepni őket egy olyan határozott és hibátlan játékkal, amit ezzel egész Európa-bajnokság alatt nem játszottunk. Ugye később játszották le a két csoport első két helyzetje a döntőt, a bolgárok lettek végül az Európa-bajnokok. Ennek tükrében hogyan értékeled a teljes szereplést? Én nagyon szurkoltam annak, hogy a mi csoportunkból legyen a döntő, ugye a lengyelek is ott voltak, és a bolgárok. A bolgároknak szurkoltam, ugye, mert őket vertük meg, és a mi vereségünkkel voltak, csak egy vereségük volt. Isten igazából az egész Európa-bajnokság úgy alakult, hogy negyedik helyen zártuk a csoportot. Ezt ha az első nap valaki azt mondja, hogy negyedikek vagyunk, szerintem beleegyezünk, mert azért ez a két nyolcas elég erős, Európa legjobb 16 csapata, és abból lettünk mi a nyolcadikak, a csoportban negyedikek. Szakmailag azt nézzük, az Európa-bajnokság, ez az U18-as Európa-bajnokság volt, a csapatnak a zömét utánpótlás 14-15 éves lányok alkották. Ez a hosszú távra nézve elég szép jövőt jósol a magyar röplabdának. A csapattagja volt a lányod Gréta, nem egészen 15 évesen, egyénileg ő hogyan teljesített? Egyénileg szerintem jól teljesített, de nem szerintem, hanem a stáb szerint. Nyitásfogadásban is ott volt az élen, támadásban is, ászok tekintetében talán, ha jól emlékszem, 30 ásszal fejezte be, és ott van a 1-10-be az Európa-bajnokság rangsorában. Én büszke vagyok rá, hogy ilyen fiatalon, és ilyen idézősen kis testmagassággal a nagy 190 centis lányok ellen eredményes tudott lenni. Ennek a korosztálynak Horváth András a szövetségi edzője, te a segítője vagy. Maradtok ezzel a csapattal, folytatjátok-e közösen a munkát? Ez még a jövő kérdése lesz. Előre nem tudok ilyet nyilatkozni, hogy maradunk együtt. Szeretnénk így együtt maradni a stáb. Jövőre az U16-os Európa-bajnokság lesz, oda már König Gábor fogja vinni a csapatot. Annak is tagja Gréta,
két zsombók, testvérpár és Szabados Emma. Utána meglátjuk még, hogy alakul a szövetségben ezek az utánpótlás dolgok. Nem egészen 15 évesen már rutinos ebészelepőnek számít, azt hiszen tavaly Békéscsabán az U17-es ebén játszottál, most Krétán az U18-as Európa-bajnokságon. Milyen társaságban, milyen célokkal, milyen hangulatban utaztatok? A csapat szerintem Krétán mindent megtalált, mindenünket beletettük, hogy minden jobb helyezéseket is, minél boldogabban, meg felszabadultabban játszunk a pályán. Mennyire ismertétek az ellenfeleket, azért gondolom, már korosztályos versenyeken találkoztatok velük? Hát igen, tavaly volt, amikor a Csabán találkoztunk már pár csapattal, meg a selejtezőkön is, és így már ismertük a csapatoknak az erősségét és a gyengeségét is. Neked milyen szerepet van a csapaton belül, és most nem kifejezetten a játékra gondolok, hanem az öltözőben? Szerintem én vagyok a csapatnak a bohóca, hogy mindenkit megnevettetek, meg vannak ilyen belső is poénjaink, és így szoktuk ezt mondogatni a másnak, meg így mindenkinek. Apa azt mondta, hogy jól játszottál kifejezetten, ez volt a szakmai stáb. Véleménye te belülről, hogyan értékeled a teljesítményedet? Szerintem is. Azért voltam, amikor meghatározó ember voltam a csapatban, a nyitásfogadás is jól sült el, meg voltam, amikor ha a támadás nem ment, akkor a nyitásfogadás, meg a védekezés, akkor arra fókuszáltam. Ha például a támadás ment, akkor így többire még jobban, meg a támadás is. Megvertétek a későbbi Európa-bajnok bolgár csapatot. Mesélj valamit erről a meccsről. Abban a meccsben úgy mentünk bele, hogy felszabadultam, idámon kell játszani, mert bármelyik csapat megfogható, és így hát megfogtuk a bolgárokat, aki ugye EB bajnok lett. Hogy néz ki a program a nyár hátra lévő részében? Most pihenek, barátokkal leszek, és utána majd kezdődik a felkészülés. Azt még nem tudom hol, de majd igen. 4 női és 32 férfi csapat lépett pályára a 12. Sóstói Strandfoci Fesztiválon. A hölgyeknél a Nyírség FC, a férfiaknál pedig az újfehértói MB Kandalló végzett az élen. Ez a 4 nap ez fantasztikus volt, hiszen az idő is csodálatos volt, végig óriási tömeg vette körül minden egyes alkalommal a pályákat, és ezek a csapatok, akik most ide eljöttek, ezek olyan csapatok, akik gyakran visszajárnak hozzánk, hiszen a 80%-a általában mindig itt van ezen a tornán, és igazán sportszerű találkozók voltak, szerencsére nem volt komolyabb sérülés. Hát a strandfociban mindig van egy-két bütyök feltörés, de egyébként semmi olyan komoly sérülés nem volt. Fantasztikus küzdelmek voltak, és számunkra az a leglényegesebb dolog azon túl, hogy jól sikerült a torna, hogy már is Matavojszki vezérigazgató úr a 13-hoz is hozzájárult, úgyhogy gyakorlatilag lesz 13. strandfoci fesztiválunk is. Honnan érkeztek a mostani tornára részvevők? Hát 4 megyéből érkeztek hozzánk, és még Budapestről is, hiszen itt van a MAFC is, azon kívül Vászról, itt van egy csapat, és 26 település gyakorlatilag összességében, és a 26 telep, vagyis 8 település, inkább ezt mondom, 8 településről jöttek csapatok, és 26 csapat jött a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságból. Óriási küzdelmek voltak, és olyan jó látni azt, hogy mindenki élvezi ezt a játékot. Itt a strand, jönnek a korsó sörök, tehát családok vannak itt, és fantasztikus tömeg látogatott ki. Én bízom benne, hogy a következő 13. is majd ilyen szenzációsan fog sikerülni. Amikor a nagypályán valaki kihagy egy helyzetet, azt mondják, felpattant a labda, pedig elvileg biliárd, asztal, simaságú a talaj. A homokról ezt nem lehet elmondani, ettől függetlenül lehetett észre az elmúlt 12 alkalom, hogy fejlődik évről évre a sportág. Igen, nagyon nagyot fejlődött, hiszen ahogy a korábbi sajtótájékoztatókon is elmondtam, hogy 6 csapattal kezdtük ezt a játékot, és akkor még majdnem, hogy azt kellett mondani, hogy kézenfogva kellett bevezetni a csapatokat erre a tornára, és most már nagyon megtanulták, és bejárják az egész országot is, viszik a nyíregyházi strandfocinak is a hírét, és most már az, hogy nemzetközi a torna, ez óriási. Itt egy igazi érdekes példa az, hogy a Szori csapata, Almás Szori csapata Szlovákiából érkezett hozzánk, most már 3. éve, és ők annyira nem tudták ezt a játékot, hogy majdnem, hogy azt kellett megmutatni, hogy pontosan a pálya hol tartózkodik. Hát mit ad Isten, rögtön az első csoportkörből fantasztikus játékkal, igazán komoly akciókat vezetve tovább is jutottak. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat tanulnak, fejlődnek a csapatok, és nem véletlenül
az, hogy egy hét alatt beszokott elni ez a tornának a létszáma, 32 fő. Fantasztikus volt a női torna is, hiszen ezt csütörtökön az első napon bonyolítottuk le. Itt 4 csapat volt, de ott is óriási küzdelem volt, ott egy Nyírség FC csapata győzedelmeskedett. Mekkora kihívás állított az a szervezőket, hogy végig 30 fokú hőségről is vörös kód volt érvényben? Nagyon sok technikai szünetet kellett beiktatnunk a Sóstúgyó fürdő ZRT vezetése. Mindent elkövetett annak érdekében, hogy két irányból is tudtuk locsolni a pályát. Nagyon sok technikai szünet volt, egy picit meg is csúsztunk a végére, de hát összességében 20 percet annyival végződött be később a torna minden nap. És ezek a fantasztikus hőmérséklet inspirálták a játékosokat arra, hogy itt ne ácsorogjon senki, hiszen szétégett a talpukat, és éppen ezért mindig el szoktam mondani azt, hogy a Strandfociba gyakorlatilag 80%-át a játékosok és a labda a levegőbe tölti, hiszen óriási ollózások vannak, fantasztikus teljesítmények vannak, és még mindig Balázsi Péter a király az ollózásban, hiszen ő tudja ezt a legjobban. A Strandfoci Fesztivál azt is jelenti, hogy már látótávolságban van a kispályás bajnokság nyitánya. Mikor kezdődik majd a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság? Augusztus 12-én rajtol majd az új bajnokságunk, hétfőtől, gyakorlatilag 15-től már lehet nevezni, két héten keresztül tudnak nevezni a csapatok, július 26-áig lehet nevezni, és azt követően pedig már elkészül a sorsolás, és augusztus 12-én bízom benne, hogy helye közel ugyanannyi csapattal, mint amennyi eddig volt, az a 105-107 csapat körül fogunk indulni. A tornát a nőknél a Nyírség FC csapata nyerte. A férfiaknál az újfehértói MB Kandalló végzett az élen a nyíregyházi Rusi Autokozmetika előtt. A harmadik helyet a Rómeó Vác gárdája szerezte meg, a negyedik helyen a nyíregyházi Korzolbau Kft. Zárta a tornát. A gólkirály a váci Krasnyánszki Martin lett. A legjobb kapusnak, a korzolos Pécsi Viktort, a legtechnikásabb játékosnak, a Rusi Autokozmetikában játszó Balázsi Pétert, a legjobb játékosnak pedig az MB Kandallót erősítő Seres Konrádot választották meg a szakemberek. Idén is tart úszó és vízilabda nyári táborokat az Aqua Esze. 5 turnusban több mint 500 gyerek élvezheti a mozgást a sóstói strandon. Szerencsém az Aqua Sport Egyesületnek most már a neve és a tapasztalatai, illetve szakmaiságát tekintve nagyon jó ez az iránya, amit nyaranta táborként szervez. Kisebb reklámokkal megyünk csak, és a táborokat feltöltve, a létszámot tekintve hetente 100-110 gyerek van, ami azt jelenti, hogy az 5 turnusban több mint 500 gyerek fordul meg. Nekünk ez nagyon sokat számít, mert az éves toborzásunknak ez az alapja. Itt azok a gyerekek, illetve játékosok, akik edzőtáborba is jönnek, jól érzik magukat, azokra számítunk szeptemberi indulásra, mert az utánpótlás képzésben ez az alap, amikor a legkisebbekkel kezdünk dolgozni. És mi a tapasztalat, jönnek is szeptemberben a gyerekek? Ugye általában a szülők döntenek a sportág választásról, de ha itt egy gyerek eltölt egy vagy két hetet és jól érzi magát, és azt mondja, hogy szeretnék menni, akkor gondolom a szülő alig áll útjába. Igen, itt az a szerencsés helyzet van, hogy azok a pedagógusok, edzők vannak a táborban, akikkel szeptembertől, illetve edzési időben tudnak találkozni a gyerekek, illetve a szülők. Azok az oktatók fogadják őket az újvárosi úszodába, akikkel itt a táborban találkoznak. A számoknál maradva kb. Olyan 20-30%-a jön vissza a gyerekeknek szeptemberbe. Ez szerintem egy szép szám, ez nagyon sokat számít nekünk, mert ha már egy-egy korosztályos csapatot mindig tudunk alulról építeni, akkor ezzel mi már meg is vagyunk szépen. Az Aqua Esze elmúlt 20 éve az építkezésről is szólt folyamatosan. Milyen tervekkel, célokkal vágtok majd neki a 2024-25-ös idénynek? A őszi kezdés tekintve minden bajnokságban ugyanúgy elindulunk, egészen az alaptól, ami az Észak-Kelet-Teleti bajnokság, több korcsoportban, itt a gyerek 1-2-3-4, illetve a bébi korosztállyal, lánycsapattal fogunk indulni külön, most már nem az Egerrel karöltve, hanem önállóan most már nyíregyházi csapat, nyíregyházi gyerekekkel, az Észak-Keleti területibe, illetve a tehetséggondozó bajnokságba, a THG-ba, ami már egy összefogott bajnokság országosan,
illetve országos bajnokságban fogunk indulni ugyanúgy a gyermek, serdülő és ifi csapatokkal, és újdonság lesz most már 6 év után, hogy OB2-es felnőtt csapatunk is lesz, ami most már publikus, megvan a támogatónk, illetve megvan a csapat, hogy milyen játékosokból tevődik össze, megvan az edző, megvan az irány, ennek az értekezlete, megbeszélése 2 hét múlva lesz, de örömmel tudom ezt is bejelenteni, hogy OB2-es csapata lesz újra Nyíregyházának, ami a utánpótlás képzésnek egy nagyon fontos állomása, mert az itt sportoló gyerekek akkor láthatják a útnak a végét, hogy hova lehet még felnőttként is eljutni. Az Akvecs ezen a nyáron is megtartja a hagyományos úszó és vízilabda táborait. Hogyan épül fel egy-egy nap programja? Minden nap 2 sportfoglalkozás van. Reggel úszással és vízilabdával kezdünk, mert reggel ugye még mielőtt megnyit a strand, mi már itt vagyunk benne, és tudunk kapukat is betenni és labdázni. Délután is van egy úszás foglalkozás. Több csoportban, több kezdőktől a vízilabdásokig foglalkozunk velük, és nem titkolt céllal a szeptemberi vízilabda edzésekre egy nagyon jó merítési lehetőség számunkra, mert nagyon sok olyan gyereket tudunk megszólítani, akik későbbiekben csatlakozhatnak hozzánk edzések során szeptembertől. Milyen programot tudtok még nyújtani a gyerekeknek, főleg ebben a kánikulai időszakban? Most a víz, ugye, mert mi mindig szoktunk menni egy napot, a állatkertben eltöltünk nagyon szép, hát egy fél napot, nagyon szeretik azt is, de ilyenkor elég húzós, nagyon sok vizet viszünk magunkkal, de itt vagyunk benne a medencébe, az olasz medencébe, hát mi rendezünk minden évben, vannak ilyen speciális kis hasasugró versenyünk, csúszda bajnokságunk, ezeket pluszba hozzátesszük. Bemegyünk természetesen az élményfürdőbe, ott is külön programok vannak, meg hát szabadtéren játszunk, röplabdázunk és focizunk, meg sor- és váltóversenyeket teszünk hozzá, tehát ezzel színesítjük a programot. Nagyon szeretik a gyerekek, hála a jó Istennek, remélhetőleg jövőre is találkozunk majd minél több gyerekkel. Mennyire fáradnak el a nap végére? Teljesen kinyúlnak, akár csak az edzők. Hát azt mondom, hogy hát a visszajelzések alapján, tehát ilyen este 7-8 órakor már a gyerekkel nem kell foglalkozni, mert ők szépen ledőlnek és reggel majd kelnek. De mi sem nagyon bírjuk ezt, a nagy meleg van, tehát arra fogjuk ezt a történetet. De amúgy azért az 2 edzés azért az látszik rajtuk, meg az, hogy kín vagyunk a napon, folyamatosan mozgásba tartjuk őket. Tehát nincs olyan, hogy most itt leülünk és akkor hesszelünk. Van egy kis szabadidő, ott ebéd után, akkor lehet vásárolgatni, de amúgy a többi az irányított foglalkozás. Említetted már a szeptemberi kezdést, mikor kezdődik a felkészülés, és neked milyen csapataid lesznek, és milyen bajnokságban indulsz velük? Az országos csapataink már elkezdték a felkészülést, ők már június 15-én már belecsaptak, hát a héten, de hát még ilyen kis ráhangoló edzések vannak. Az én csapataim a lányokkal majd július 29-én fogunk kezdeni, és hát ismét nagy terveket szőttünk, vagy célul kitűztünk magunk elé. Most van lehetőségünk arra, hogy országosba induljunk külön gyerekcsapattal, tehát nem kell ahhoz serdülőcsapatnak is lenni, hogy elinduljunk, de ehhez egy kvalifikációs tornán kell részt vennünk, és ha ott olyan eredményt érünk el, akkor lehetőségünk van arra, hogy külön gyermek-lány csapattal induljunk a bajnokságba. A THG-s bajnokságra akarok még annyit mondani, hogy ugye most északi régióba indultunk tavalyi évvel, meg az előtti években. Most viszont önálló Nyíregyházi Aquasport Egyesület néven fogunk indulni ezen a tehetséggondozó bajnokságon, tehát ez az országosnak az előszobája. Itt a legkisebbek, most 2012-13-as születésű gyerekekről van szó, de lehet, hogy a 14-15-ös kislányokat is bevetjük, és egy külön bajnokságban megmerettetjük magunkat. Hát itt most a pestiek is, a Dunai Város, tehát a legnagyobb csapatok indulnak. Megyünk, játszunk, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőre ebből a történetből. Képviselő asszony, az Akvese úszó és vízilabda táborát látogatta meg most. Amikor gyerekként ide került ebbe az úszótába, divatban voltak az ilyen nyári táborok? Igen, de nem volt ekkora létszámmal, és mindig örömmel jövök ki az Akvesének a táboraiba, a nyári táboraiba, hiszen rendkívül sok gyereket láthatunk, hogy jól érzik magukat. Ugye a vizes sportágak egyike a vízilabda, a másik az úszás, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ilyen eredményességi utánpótlás nevelési egyesület van Nyíregyházán,
amely tényleg példaértékkel működik. Ezt lehet látni az eredményekből, a fiúk és a lányok is hozzák sorra az utánpótlás nevelésben az eredményeket, sőt, most már az U16-os versenyzők közé is adtunk világbajnoki ezüstérmest Urbin Zsófia személyében. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, a gyerekekre, és arra is, hogy igazából tényleg most már Nyíregyháza elmondhatja, hogy egy nagyon sportos város, bármilyen sportágat ki lehet próbálni a kisgyermekeknek, és lehet sportágat választani, rendkívül jó körülmények közé tudhatja a szülő a gyermekeit, és ez nagyon-nagyon fontos, hiszen biztonságban vannak szakértő kezek között. És hogyha vannak céljai egy gyermeknek, egy fiatalnak, hogy mit érjen el a sportban esetleg, akkor bizony minden adottság megvan arra, hogy képes legyen azokat elérni. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.